Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Bábolnai Televízió családmagazinjában. Az általános iskolában több éves hagyományt követve 2006. novemberében is előtérbe került az egészségnevelés. Az eseményeket követve felvételeket, riportokat készítettünk, mai adásunkban ezeket mutatjuk be önöknek. Hérics Józsefné, Marika védőnő a klubban tartott felvilágosító előadást a gyerekeknek. Külön a fiúknak, külön a lányoknak, hiszen más-más érdekli őket ebben a korban. Az ábrákkal, kisfilmmel színesített óra után mi is beszélgettünk a védőnővel. Ez hagyomány, hogy novemberben egészségnevelési hónap keretében kiválasztott osztályoknak előadásokat szervezünk. Ez, amit most láttunk, meg a tegnap a hatodikos lányoknak és fiúknak, ez tavaly óta új. A biológiai szaktanárral együtt tartunk egy ilyen órát együtt, közösen, videófilmvetítés előtt bekötve. Külön vesszük, mert szerintem a fiúk még kicsik, a lányok sem mindegyik nagy még, a viselkedésükből is látszik. Könnyebben megy így, hogy külön vettük, és hogy együtt tartottuk. Nekem is szükségem van a szaktanára, meg szerintem neki is, hogy én az én részemet el tudjam mondani. A szóróanyagok valóban sokféle van tévében, hallomásból, újságokból itt-ott, de szerintem az talán nem is a nyers valóság, de lehet, hogy éppen a nyers valóság, de kiegészítésre szorul. És szerintem azon a szinten adjuk mi itt az iskolába, ami nekik elég. Hogy fogadják a gyerekek? Szerintem várakozással fogadják. Igazából kikacagják még ezeket a dolgokat. Aki érintett, az csendben van, tehát akin már látszanak a serdülőkor változásai. Jó, hogy tudunk adni hozzá szóróanyagot itt az előadás végén, amit némelyek kíváncsisággal fogadnak, némelyeket nem különösebben fog meg ez a dolog. Van, aki még el sem szeretné vinni haza. A Magdi tanárnő is, mi is, én is felhívom a figyelmet arra, hogy ezt el kell olvasni egyedül, aztán anyunaval szintén együtt elolvasom, megbeszélve vagy idősebb testvérrel, hogy a még feltett kíváncsiságát ki tudja elégíteni a felnőtt válaszával. Több óra kellene, több idő kellene ezekre az előadásokra. Hát építve van egymásra az anyag, mert elsőtől kezdve minden osztályban van anyag. Mindig kiválasztjuk a megfelelő korosztályt, a témában is azt szerint adunk elő. Hát sajnálom egyébként, hogy a szülésznőgyógyász, aki szokta a 8-as lányoknak tartani, ő nem tudja vállalni elfoglaltsága miatt, mert neki tényleg látványos anyaga is volt, írásvetítőn kiadott kazettákkal, és tényleg sokkal-sokkal jobb volt, érdekesebb volt, nekünk ez hiányzik. Kérdéseket tesznek fel a lányok 8-ban, és itt így azért olyan kérdések és megválaszolása kerülnek, amit nyíltan nem merne föltenni. Én szerintem azért hiányolom, hogy a szülőknek a felelősségét, illetve a magatartását abban, hogy talán keveset foglalkoznak, még mindig talán él az, hogy nem kell a gyereket felvilágosítani, vagy ráhagyják az iskolára is esetleg itt ránk, hogy majd mi felvilágosítjuk őket. De ez az idő nagyon kevés, meg ez az egy-két gondolat esetleg csak ébresztő. Aztán akit érdekel, az tovább lapoz, akár könyvtárba, akár neten, akár szülői kérdése. Akit nem, az meg hát elfelejtődik, és majd amikor esetleg belekerül abba, amibe, akkor teszi fel tovább a kérdést, vagy szerez tudást róla bárhonnét. És mi lesz, hogy elkap minket? Tartal. Visszatérő előadóként találkoztak a gyerekek Kuti Erikával, aki a háztartásban, iskolában leggyakrabban előforduló balesetekkel, illetve ezek ellátásával ismertette meg őket. Megfigyelhették a szükséges gyógy és kötszerek, valamint segédeszközök helyes használatát, és megtanulták, milyen jellemzők alapján tudják megkülönböztetni a sérülések fajtáit. Próbáltam azokat a gyakorlati dolgokat összeszedni, amik az ő kis közösségükben előfordulhatnak, például tornaórán, iskolai kirándulások alkalmával.
ugye a sebzések, ugye, amik leggyakrabban fordulhatnak előtérbe, mit tegyen egy sérülés alkalmával, vagy a ficam, rándulás, törés gyanús, megbeszéltük a tüneteket, hogy hogyan rögzítsék addig, amíg esetleg, tehát a végleges ellátásra nem kerül a sor, akkor égés is elég gyakran előfordul, akár nem is biztos, hogy iskolában, hanem otthon háztartási körülmények között, és hát akkor mit tegyen? Ugye elhangzott itt, nem is tudom, ki mondta, hogy bár lehet, hogy csak bohockodás volt az, hogy zsírral megkenem, és tehát a víz az egyiknek se, sőt, valaki azt mondta, fenisztillel kenem be. Hát ugye az első lépés mindig az, hogy ideg folyóvíz alá teszem, ami egyrészt csillapítja a fájdalmat, megakadályozza azt, hogy a hólyagosodás jön létre, és tehát ezt nem hallottam senkitől, és akkor végül is utána jöhetnek azok a bizonyos égésre való szerek, amiket itt egy-kettő nagyon jól mondott, ismerik az Irix, az oxikortot, a Naxolt. Akkor miről beszél? Kullancsípésről beszéltünk, tehát hogyha nem is magáról a csípésről, tehát hogyha belemegy a kullancs kirándulások alkalmával, akkor mit tegyen? Tehát nem orvoshoz kell rohanni, hanem szemöldökcsipesz mindenkinek a háztartásában van otthon, és akkor ráfogni a kullancsra jó mélyen a bőrhöz, és az óramutató járásával ellentétes irányban forgatom és húzom, és akkor kijön a kullancs. Akkor megbeszéltük a rögzítés, alkalmi rögzítések fajtáit. Ugye ilyenkor beszéltünk a háromszögleti kendőről, akár zakószárról, beszéltünk a... Miről beszéltünk még? Mert sínt, Kramer sínt nem hiszem, hogy visznek, meg amit én hoztam most mutatóként, ez is olyan hiper-szuper rögzítő eszközök, ilyen sincs mindenhol, ez is kölcsönben van, tehát nem amilyen, csak elhoztam megmutatni, mert hogy most már ezek a módik. Hogy mit tegyenek, hogy rögzítsék, tehát szomszédos ízületek azok mindig rögzítve legyenek törésnél. Voltak bekiabálások, jó bekiabálások, volt, aki jelentkezett, úgy akart mondani, saját tapasztalatokat akartak mondani, mert egyszer-kétszer már zavaró is volt, mert állandóan, hogy velem ez történt, velem az történt. Szóval... jó kamaszok, tehát ez bele kell venni, úgy gondolom, hogy azért... érdekelte, meg remélem ragadt is rájuk valami olyan kis csekély dolog, hogy ha valami történik, na, akkor elő tudom venni az emlékeimből azt, hogy hoppá, most megégettem a kezem, mit is kell csinálni, vagy sebzésnél, hogy kötöm be, vagy mi az első lépés. Szintén évek óta visszatérő résztvevője az eseménysorozatnak Hodován Tamásné Nóra néni, aki kozmetikai előadásokat szokott tartani. Az előadást itt persze nem szószoros értelmében kell venni, hiszen rövid bevezető után beszélgetésé alakult át az óra. A gyerekek megosztották egymással ismereteiket, tapasztalataikat, s ha ez néha téves vagy hiányos volt, szívesen segített a szakember. Szerintem az igazi bőrápolás az olyankor kezdődik, ilyenkor alakul ki, hogy kinek milyen típusú bőre lesz. Egészen addig kisgyerekbőre van. Hát az szinte, persze erről fordulnak ott is bizonyos problémák, amiket, de azokat inkább csak a bőrgyógyászok tudják kezelni. De nekünk otthon annyi, hogy a fényvédőket használjuk tényleg egészen pici kortól kezdve, vagy pedig valami egészen egyszerű olyan hidratáló krémet, most már mindenféle korosztálynak lehet kapni a korosztálynak megfelelő hidratáló krémeket. Aztán az igazi bőrápolás az a tinédzserkorba kezdődik. Meg onnantól kezd aztán kialakulni, hogy kinek milyen típusú bőre lesz, és akkor már onnantól lehet kezdeni annak a bőrtípusnak megfelelő bőrápolást. Sok rostos növényt, főleg ebbe a korba fogyasszanak, sok gyümölcsöt, zöldséget, aztán még nagyon fontos az is, hogy a megfelelő típusú krémekkel kezdjék el kezelni a bőrüket, mert hogyha nem ezt teszik, akkor sokat ronthatnak. Esetleg egy normál bőrt elvihetnek a zsíros fele. Hogyha azt megelőzendő, hogy zsíros legyen a bőrük, állandóan mondjuk kenegetik egy nagyon szárító tonikkal, vagy egy krémmel, hogy nehogy véletlenül zsíros legyen, elkezdik ezt használni, akkor biztos, hogy egy picit elmegy majd akkor se lesz neki teljesen biztos, hogy zsíros bőre. Csak ettől nem fog kialakulni.
Szerintem addig, amíg valakinek nincs komoly problémája, úgyis a gyerekek mindig az interneten lógnak. Nézegessenek, ott nagyon sok okos dolog van, de amikor már olyan probléma van, amit a szülő is lát, hogy, vagy a gyerek is látja, hogy azt csak úgy egy kis krémmel, vagy egy kis tonikkal nem lehet megoldani, akkor viszont a kozmetikushoz, de az, hogyha az komoly probléma, akkor a kozmetikus úgyis el fogja irányítani bőrgyógyászhoz. 21-én kedden a sportcsarnokban voltunk a felső tagozatosok csapataival. Ezen a délutánon ismét bebizonyosodott a gyerekek lételeme a játék. Remekül megfértek egyszerre egy pályán a sorjátékot játszók, az ugráló kötelezők, a kosarasok és a kézilabdázók. Minden csoportot felügyelő tanárok irányítottak, segítettek. Munkájukról, tapasztalatukról kérdeztük Klincsok Lászlót. Van ez az egészségnevelőség hónap, és aznak keretében volt ez a sportnap, amelyet a gyermekönkormányzatunk, ugye a diák önkormányzat, mindig keverem a kettőt, a iskola diák önkormányzat szervezésében került lebonyolításra. Ennek a vezetője ugye a Tamás Andra néni is megkért bennünket, testnevelőket, hogy segítsünk egy sport délutánnak, az a sportfoglalkozásnak a bevezetésében. Mégis mindenki mindent csinált, mert osztályonként voltak csapatok, két részre osztottuk a társaságot. Gyakorlatilag amikor a egyik csoport, tehát ez mondjuk az ötödik, hatodikosok ügyességi feladatokat láttak el, végeztek, addig a hetedik, nyolcadikok sorváltó versenyen szerepeltek. Hát majd a felvételen lehet látni, hogy hogyan. Valamikor a gyerekeknek, hogyha azt említették, hogy egy sport délután vagy egy váltóverseny, akkor tömegesen jelentkeztek rá, és örömmel is mentek. Egymást szinte azt kell mondani, hogy ellökték onnan a verseny lehetőségtől. Most meg már eléggé így kell mondanom, hogy kérlelni kell a gyerekeket, úgy az osztályfőnöknek, úgy nekünk testnevelőknek is, hogy egyáltalán összeálljanak a csapatok. Érdekes módon, amikor már ide jön és versenyez, akkor elkapja a hív, és szeret győzni, és szeret versenyezni. Ez a felnőttekre is igaz, nem csak a gyerekekre. De előtte valahogy olyan kicsit szkeptikusak. Nem nagyon érdekli őket. Hát ez sajnos ez a mai modern világunknak a én így csúnya kifejezéssel mondom, sara. Szó szerint otthon ülők vagyunk, beülünk a tévé elé, a videó elé, a számítógép elé, a DVD elé, egyebek. Azelőtt állandóan azt láttam, hogy az utcában a gyerekek sportolnak, mozognak. Hát most nyugodtan én, amikor elbiciklizgetem, nem találok már tehetségeket, akár mondhatom én, kimondottan az első sportágomhoz, a labdarúgáshoz, amit ugye évek óta viszek. Valamikor még volt olyan, hogy nem tanítottam osztályba, és a benzinkút melletti kis részen fotbaloztak a gyerekek, és akkor ott a tankolás közben a Trabantot tankoltam, szóltam a kiskölyöknek, hogy te nem jönnél fotbalozni? Hát csak nézett rám, de lejövök. Hát később a országos döntőbe eljutott csapatnak volt a középcsatára az a kis srác. Ma ilyeneket sajnos nem látok. Vannak tömegsportfoglalkozások, vannak kimondottan sportcsoportfoglalkozások, foglalkozunk az iskola keretein belül labdarúgással, kézilabdával, kosárlabdázással. Van egy atlétikai gárda, ahol atlétizálnak, és mellette labdajátékokat is végeznek, tehát lehetőségük lenne a gyerekeknek. Hát arról nem beszélve, hogy a Bábolna a még pluszba adja a lehetőséget, nem az iskola keretei az, hogy itt akár nyugodtan mehetnének tekézni, akár lovagolni. Tomáson az RT területén is lehet, ezen kívül Kisbábolnán is. Szóval tényleg, akit nem találja meg a sportolási lehetőséget, az már azt mondom, hogy nagyon-nagyon igényes. Jó, rendben van, vannak még különleges dolgok, hogy tudjuk jól, hogy járnak balettozni, járnak táncra. Ez is mozgás. Tehát az, hogy valaki eljár egy modern táncsoporthoz, vagy akár a néptánchoz, az egy nagyon jó mozgás. Valamikor végeztünk évek ezelőtt egy felmérést, és nagyon kijött az, hogy sajnos a tanulóknak a 60%-a semmiféle mozgás a testnevelés órán kívül nem végez. És ez ebben a korban sajnos nagyon magas szám, és ez a felmérés 4 évvel ezelőtt volt, és sajnos mondhatom, hogy ez csak romlott. A vetélkedőkre 2 alkalommal került sor. Először az 5.-6., majd a 7.-8. osztályosok mérték összetudásukat. A zsűri tagjai a szponzor, az egészségügy, az iskola és városvezetés és a tanári kar képviselői voltak.
Az egészségnevelési hónap főszervezője, Birbauer Imréné Magdinéni állította össze a feladatokat és vezényelte a tudáspróbát. Az összefoglalót is tőle hallhatjuk, melyben szó kerül az alsósok programjairól is. Maga ez a hónap hagyományként zajlik iskolánkban, hát úgy lehet mondani, hogy több évtizede, csak mindig egy picit bővülnek a feladatok, illetve aktuális témákat is fel tudunk dolgozni, amit most már örömünkre az alsó tagozatban is igen széles körben elterjedt, és egyre több feladatot oldanak meg a kicsiknél is. Hogyha a teljes programról összegző mondatokat szeretnék mondani, akkor ez vonatkozik elsősorban egy mondjuk felhívás plakát készítésre. Nagyon érdekes rajzokat készítenek a gyerekek, és ezeket kiállítjuk. Második ilyen, hát a vetélkedéshez kapcsolódó feladat, amikor azt kérjük, hogy zöldségből vagy gyümölcsből állatfigurákat, szobrokat faragjanak, hát itt is rendkívül ötletes munkákat gyűjtenek, állítanak össze a tanulók. A picik plakátjai közül jó pár kikerül az orvosi rendelőbe, vagy legalábbis a védőnő az, aki ezeket kiállítja, és a szülők ott megtekinthetik. És ehhez kapcsolódnak a felvilágosító előadások, amiben az egészségügy, illetve az egészségügyi szakszolgálat dolgozói is bekapcsolódtak. Itt gondolok a védőnőre és a Vámos doktor úrra, mint fogszakorvos, aki tartott a kicsiknek foglalkozást, illetve egy kis beszélgetős előadást. Nem kell előtte kidöríteni a szánkat, mielőtt megosztjuk a fogunkat, és nem kell a fogkevésre bevezetni, mert hogyha elegendő ideig mosjuk a fogunkat, akkor az fölhabzik annyira. És ez, aki meg tudja mondani, hogy hány percig mindig mosjuk a fogunkat. Akkor még ezt a sort befejezzük, jó? Mondjam, akkor hogy mondjam, nem? 10 perc. Ilyen söprőmozdulatokkal, és nem felejtjük azt el, hogy a fogunknak van külső felszíne, van belső felszíne, van a fog közt, van a rágó felszín. A rágó felszín a legvégén, azt már lehet így mozgatni vízszintesen, azt már így. De egy ilyen fogmosás tönkre teszi az ínt. Nem is most, hanem majd felnőtt korba. Hát a felsős tagozatosoknál úgy tudjuk megoldani, hogy minden évfolyam megnéz egy egészséghez kapcsolódó filmet, és azt osztályfőnöki órán utána hát feldolgozzák, illetve totókat állítanak össze, és külön jutalmazzuk majd a legjobb megfejtőket is. Tehát ez volt az, ami több héten keresztül zajlott, minden osztály megcsinálta a vetélkedőket. Ezek között szerepelt olyan, ami a fogápoláshoz kapcsolódott volt, ami a táplálkozáshoz, vagy a NutriKid programhoz, és a hatodik osztályosoknál a korábbi éveknek megfelelően hát beneveztünk a NutriKid, az egészséges táplálkozás témakörnek a feldolgozásába is, és talán a szülők észrevették, hogy ehhez kis munkafüzetet is kiadtunk, és az volt a kérésem, hogy otthon beszéljék meg a szülőkkel, hogy ők is tisztában legyenek a táplálkozás fő alapelveiről, és a nyolcadikosoknál pedig a hagyományosnak mondható Éc című filmnek a feldolgozása zajlott. A káros szenvedélyek most azért nem kerülnek ebbe a hónapba annyira napirendre, mert a drogprevenció kapcsán, tehát van egy nyertes pályázatunk, és a második fél évben fogjuk ezt a témát elsősorban érinteni, ami a drog című témakörhöz tartozik, tehát most azt nem szerettük volna, hogy kidomborítani, hanem inkább ami a táplálkozással, a mozgással, a tisztálkodással kapcsolatos. És ehhez kapcsolódott az, amikor, és már több éven keresztül besegít a védőnő, besegít a kozmetikus, és besegít a szakasszisztens, a gyerekorvos mellett lévő Kuti Erika is, aki az első segélynyújtási ismeretekről tart a gyerekeknek, bemutató jelleggel egy kis első segélynyújtási ismereteket. A kozmetikus a tini bőrápolással, külön bontjuk a fiúkat és a lányokat, hisz más a probléma, és amit feldolgozhatnak, vagy kérdezhetnek, és a diák önkormányzat az, aki még bekapcsolódik és mozgósít különböző versenyekre.
Hát az tegnap zajlott, és nagyon nagy létszámban részt vettek az osztályok, viszont megfigyeltük, 8-10 fős csapatok indultak, ha ezt megszorozzuk, hogy hány felsős osztályon van, az már eleve 80 gyerek, plusz még hozzá az egyéniben indulók, de ebben a korábbi éveknek megfelelően a diák önkormányzat a fő szervező, vagy legalábbis azt szeretnénk, ha ő mozgosítana a gyerekeket, és hát az lenne jó, ha több hónapon keresztül nem csak egy-egy alkalomra. Mi pedig itt a vetélkedő keretében 5-től 8. osztályos korú érdeklődő gyerekek számára, akik tényleg igen lelkes hozzáállást mutatnak, érdeklődést mutatnak, legalább 10 feladatot megoldunk, itt a másfél óra alatt, tehát dicséretesen dolgoznak, és úgy tűnik, hogy élvezik is, mert nehéz úgy összeállítani a feladatot, hogy én tudom, hogy mit tanultunk már biológiából vagy egészségtanból, és hát mire tudok építeni. Részben így könnyebb a dolgom a feladat összeállításnál, de nehézség meg az, hogy eltérő a tudásanyaguk a gyerekeknek. És ennek ellenére úgy láttam, hogy nagyon izgultak, nagyon érdeklődtek, és nagyon szorgalmasan dolgoztak. És talán ami még az idejében nekem úgy pozitívumként értékelhető, hogy szülőktől is kaptam visszajelzést, hogy jól érezték a gyerekek magukat, maguk a gyerekek is mondták, illetve hogy egyre több kolléga is bekapcsolódik és segíti ezt az egészségnevelő munkát, ennek is nagyon örülök. Én szeretném köszönetet mondani azoknak a felnőtteknek, helyettetek, akik megszervezték akár az egészségnevelési hetet, Magdi néni volt a főkapitány ennek az egész rendezvény hétnek a megrendezésében, illetve Anni nénit a diák önkormányzat részéről, aki a sport délutánnal foglalkozott, de ugye hát egyedül nem tudták volna megcsinálni. Én valamennyi pedagógusnak szeretném tehát hangsúlyozottan megköszönni, akik részt vettek akár a délutáni versenyeken, vagy akár a felkészítésben segítettek, a zsűrizésben is, igen, közben súgnak, hogy nagyon szépen köszönjük, és reméljük, hogy ez folytatódni fog majd az elkövetkezendő években is. Magdi néni már tett rá utalást, hogy jövőre még több mindent fog majd kitalálni, és olyanoknak is lesznek versenyfeladatok, akik most az idén megúszták, de én úgy gondolom, hogy érdemes részt venni ezeken a versenyeken, egyrészt megméretetésnek, másrészt meg olyan tudásra tesztek szert, amire tanórán, vagy esetleg otthon, a hétköznapok folyamán nem nagyon figyeltek oda. Tehát én megköszönném, és kérek egy tapsot ezeknek a felnőtteknek. Mindenkinek megköszönöm, akik ténylegesen aktívan részt vettek ebben a programban. Gondolom, hogy néhány új dologgal gazdagodott az ismeretetek, néhány tanácsot megfogadtatok, és hát azt szeretnénk, hogyha jövő évben is több érdeklődő és aktív szereplő lenne ezeken a foglalkozásokon. Miután a vetélkedők megkapták a csapatok a jutalmat, most csak szeretném kihirdetni, hogy mindenki hallja, hogy kikre lehetünk büszkék. 5.-6. évfolyamos csapatból első helyezett lett, most külön nem kell megtapsolni őket, hogy hagyj görgessük az eseményt. 5. C-nek a második csapata, 2. helyezett lett 5. C osztály első csapata, és 3. helyezett lett a 6. V. A legszebb osztály kvalifikáltságot egyébként a diák önkormányzat ellenőrizte, tehát akkor az 5. C-nek volt a legszebb egészségnevelési kvalifikáltsága. 7.-8. osztályosoknál a vetélkedő első helyezett lett a 8. B, tegnap remekül szerepeltek az Ákosék csapata, 2. helyezett lett a 7. A, 3. helyezett a 7. B. Gratulálok a vetélkedő résztvevő csapatoknak, ők ott megkapták a jutalmat. Tudni kell, hogy a alapítványtól kaptatok, illetve a Coop élelmiszerbolt által felajánlott ajándékokat kaptátok. Most azokat szeretném, azokat a díjakat, amit a osztály keretben feladatlapok formájában csináltatok, és akkor ötödikeseket mondanám, hát ott is volt holtverseny, ezért 3-3 fő.
egy fogkrém és egy műzli szelet lesz a jutalmuk, és igazgató bácsit megkérem, majd ezeknek a gyerekeknek adja át, mondom a neveket. Mai családmagazinunk véget ért. Én arra kérem önöket, mindig, minden alkalommal figyeljünk oda a gyermekeink testi-lelki egészségére, fejlődésére, hiszen most hallhattuk a szakemberektől is, ebben mekkora a felelősségünk szülőként. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, várom önöket decemberben is, viszontlátásra!